Na sziasztok, második osztály. Én vagyok a vizes bácsi. Emlékeztek? Álcázom magam, mert hideg van, de én vagyok. Hallottátok-e már azt a kifejezést, hogy nem hiszek a szememnek? Most olyan feladatok következnek, amikor nem biztos, hogy hinnetek kell a szemeteknek. Tehát képeket fogok mutatni, olyan képeket, amik becsapósak. Vagy higgyetek a szemeteknek, vagy ne, arról, hogy mit láttok. Jöhet az első feladat? Biztos? Na jó, akkor kezdjük. Az első feladat ez. Nézzétek! Az a kérdésem, hogy hány fekete pöttyöt láttok a képen. Számoljátok meg, hogy hány fekete pöttyöt láttok. Nézitek a képet, és akkor így láttok rajta fekete pöttyöket. Azokat kell megszámolni. Na jó. Ki mennyit számolt? Ki az, aki háromnál kevesebbet? Tegye föl a kezét. Aki ötnél többet, tegye föl a kezét. Na jó, akkor megmondom, hogy hány pötty van. 12. Nézzétek csak! Itt bekarikáztam pirossal, hogy hol vannak a fekete pöttyök. Itt a szemetek úgy csap be titeket, amikor nézitek ezt az ábrát, hogy csak azt az egy fekete pöttyöt látjátok mindig, amire pont néztek. És a többit nem látjátok, ezért nagyon nehéz megszámolni. Nézzük meg még egyszer az ábrát, karikák nélkül. Na nézzétek! Keressétek a fekete pöttyöket, és ha egyet találtok, akkor nézzetek rá, és nem fogjátok látni az összes többit. Na jó! Következhet a következő feladat? Készen álltok? Na jó, nézzétek ezt a rajzot. Ne szólaljatok meg, csak nézzétek, hogy mit láttok rajta. Ki az, aki egy nyulat lát? És ki az, aki egy kacsát? Ez egy becsapós rajz. Mindenki valamelyiket látja először, és át kell kapcsolni a szemét, hogy lássa a másikat is. Próbáljátok meg, hogy nézed mondjuk a kacsát, és akkor átvált az, hogy a nyulat lásd. Azt egy picit nehéz, de így meg lehet csinálni. Na jó, jön a következő feladat. Nézzétek! Hány háromszög van a képen? Ez a kérdés. Hány háromszög van? Ki az, aki tegye fel a kezét, aki csak egy háromszöget lát? Jó. És most az, aki többet, igen, ebbe az a becsapás, hogy a fehér háromszöget, aminek a csúcsa lefele néz, azt csak oda látja az ember, az nincs ott. Csak a többi rajznak a hiánya kiadja azt az érzést, mintha ott lenne. Értitek? Akkor jön a következő. Mit láttok a képen? Mi van a képen? Ezt kell megmondani. Ez egy ugyanolyan becsapós, mint az előző, becsapja a szemet, mert valaki egy serleget lát, egy poharat,
és van, aki két arcot. És ugyanúgy át lehet váltani a szemmel, hogy melyiket lássuk. Na jó, jöhet egy nehezebb? Biztos? Akkor nézzétek ezt. Melyik narancsszínű pötty a nagyobb? Két narancsszínű pötty van a képen, melyik a nagyobb? Az, amelyik a nagy körök között van, vagy az, amelyik a kicsi körök között van? Na jó, tegye föl a kezét az, aki azt gondolja, hogy a nagy körök között van a kisebb pötty. Jó, és aki azt mondja, hogy a kicsi körök között van a kisebb pötty, tegye föl a kezét. Hát, szerintem tévedtetek. Ja, ő a Loki kutya. Ő segít nekünk a feladatokban. Loki kutya tud beszélni. Loki, tudsz beszélni? Tudok. Köszönj a másodikosoknak. Köszönj a másodikosoknak. Sziasztok! Na, ő a Loki kutya. Na, akkor figyeljétek a következő rajzot, megmutatom, hogy melyik a nagyobb. Most kivettem a helyéről mind a két narancssárga pöttyöt, és beraktam egymás mellé. Most melyiket látjátok nagyobbnak? Ez ugyanaz a kettő pötty, mint amit az előbb láttatok. Tehát ugyanez. A két pötty. Csak most egymás mellett. Hát bizony, ez egyforma. Na jó, akkor most egy még nehezebb következik, hogyha bírjátok még. Jó. Nézzétek ezt az ábrát. Ki lehet-e faragni fából egy ilyen tárgyat? Tehát, hogy meg lehet-e csinálni úgy, hogy kézbe vegyed, megnézed, fából kifaragni. Lehet vagy nem lehet? A megoldás az, hogy nem lehet. Azért, mert a középső villa úgy van megrajzolva, hogy azt a valóságban nem lehet megcsinálni. Ez egy optikai csalódás ábra, úgy hívják. Amúgy Blivet ábrának hívják, arról, aki kitalálta. Most jöhet egy másmilyen? Jó? Tehát még mindig az a kérdés, hogy hihetünk-e a szemünknek? Hát, én nem hiszek a szememnek. Na nézzük a következő ábrát, hogy ti hisztek-e neki. Nézzétek az ábrát, és azt mondjátok meg, hogy ez egy állókép, vagy egy mozgókép. Tehát az a rajz mozog, vagy áll. Tegye fel a kezét, aki szerint mozog. Igen, és aki szerint áll. Jó van, Loki kutya is kíváncsi az eredményre. Ez egy állókép. Nézzétek meg újra, amikor mozog rajta a szemetek, ja, még nem mondom el a megoldást, majd kicsit később. Jó? Jön a következő. Nézzétek meg a két piros vonalat. Az a kérdésem, hogy középen messzebb vannak-e egymástól, mint a szélén. Tehát, hogy görbéke a vonalak, vagy egyenesek. Ha egy vonat jönne, a piros a sín, akkor végig tudna menni, mert egyforma távolságra van a piros vonal, vagy középen kisiklik, mert ott messzebb van a két piros vonal. Jó, tegye fel a kezét, aki szerint középen egyforma, tehát a két vonal egyenes. Jó, és ki szerint görbe, tehát középen távolabb vannak. Jó, most nézzük meg, megmutatom, hogy milyen
csak a két vonal, két piros vonal, a kékek nélkül, nézzétek. Tehát ilyen egybe távolodnak a vonalak, úgy látom. Valójában a két vonal teljesen egyenes és párhuzamos. Ezt hívják párhuzamosnak, amikor két vonal mindenhol ugyanolyan távolságra van egymástól. Ez is egy optikai csalódás. Jön a következő feladat. Melyik vonal hosszabb? A felső vagy az alsó? Két vonal van vízszintesen. Melyik a hosszabb? Az alsó vagy a felső? Melyik vonal hosszabb? Az alsó vagy a felső? Nézzétek meg! Most kivettem, ezen a másik rajzon kivettem a két belső vonalat, és egymás mellé raktam középen. A két vonal egyforma. A nyilak miatt, amiket oda raktak a vonalak végére, amiatt máshogy látjuk, nem egyforma hosszúnak, de valójában egyforma hosszúak. Jön a következő. Melyik a nagyobb? A felső alak, vagy az alsó alak? Melyik a nagyobb? A megoldás az, hogy egyenlőek. Nézzétek meg, hogy hogyan. Itt most eltoltam az alsó alakot egy picit, beraktam a felső alá rendesen, és itt vonalakkal megmutatom, hogy minden csúcs ugyanott van. Tehát a két alak egyforma. Csak különbözőnek látjuk, azért mert egy picit el van tolva, ez is becsapja a szemünket. Akkor most azt mondjátok meg, hogy ki lehet-e faragni egy ilyen alakot, egy ilyen kockát, lehet-e csinálni? Hát megmondom nektek, hogy nem lehet. És a Loki kutya is ugyanezt mondja. Akkor nézzük a következőt. Melyik ember a nagyobb? A kék, a zöld vagy a piros? Valószínűleg a pirosat látjátok a legnagyobbnak, és a kéket a legkisebbnek. Most nézzük meg, egymás mellé raktam az alakokat, kivettem a helyükről. Mind a három alak egyforma. Azért látjuk nagyobbnak a pirosat, mert a háttérben a vonalak azt az illúziót keltik, mintha az messzebb lenne. Na jó, akkor nézzük a következőt. Mozog a kép, vagy áll? A kép áll. Loki, a kamerát hagyd békén. Nézzük a következő rajzot. Mozognak-e a kerekek? Tehát forognak-e a kerekek? Vagy állnak? A kerekeket úgy látjuk, mintha mozognának, de állnak. És most megmondom, hogy hogyan lehet megállítani a kerekeket. Válasszátok ki az egyik nagy karikát, és pont a középpontjába nézzetek. Mereven nézzétek a közepét. És észre fogjátok venni, hogy szép lassan a forgó kerekek megállnak. Tehát ha egy pontra nézel, meg tudod állítani, ha csak nézegeted, akkor mozog. Nézzük a következőt, ez is hasonló. Egy hullámzó érzést kelt, amikor nézed, de ha egy pontra nézel, akkor megáll a hullámzás. Ha megint elkezdesz nézni, akkor megint úgy látod, mintha hullámozna. Akkor nézzétek meg ezt az ábrát. Ez egy mozgókép, vagy egy állókép? A szemünk úgy látja, mintha a háromszög mögötti színes körök vibrálnának. Pedig áll a kép, de úgy látjuk, mintha vibrálnának. Akkor nézzétek meg ezt. Ezt meg úgy látja az ember, mintha menne befele. Olyan érzésed van. Pedig ez is egy állókép, nem mozognak a belső négyzetek. Itt van egy következő ábra. A vízszintes vonalak egyenesek, vagy görbék?
ilyen kicsit cikcakosak. Tehát egyenes vonalak vannak ott, párhuzamos vonalak, tehát amik egyforma távolságra vannak, vagy nem. Nézzük a megoldást, kivettem a belső részeket a vonalak közül, és látjuk, hogy teljesen egyenesek a vonalak. Ha berakjuk azt a mintát közé, mint most, akkor meg olyan cikcakos vonalak lesznek. A következő feladvány. Legóból tudnátok-e egy ilyen formát építeni? A válasz nem, ez is egy becsapás, egy optikai trükk. És az utolsó, a ferde hosszú vonalak párhuzamosak, tehát egyforma távolságra vannak egymástól, vagy távolodnak, vagy közelednek egymáshoz. A megoldás, kivettem a kicsi ferde vonalakat, és teljesen párhuzamosak a vonalak. De hogyha visszarakom ezeket a mintákat, akkor meg megint ferdén fognak menni. Na, ennyi rejtvény volt mára. Remélem ügyesek voltatok. Sziasztok! Akkor most hihetünk a szemünknek, vagy nem?